Figyelembe véve sokrétű és gazdag honismereti történelmi örökségünk megóvására irányuló rendkívüli tevékenységét, nagy szeretettel nyújtjuk át Flóris Jánosnak a méltán megérdemelt fényes elek díjat. Nagyvárad Isasze 2014. november 22. Hát, nagyon sok szeretettel, és hát... Gratulálunk a munkáthoz. Ott kell kezdenem, hogy ő nem tőzsgyökerek is a szegi lakos volt, ő a Dunakanyarból származik, 1928-ban Dunabogdányban született, akkoriban egy többségében a sváb falu volt, és a 40-es évek elején költöztek is a szeg mellé Gödöllőre, amikor édesanyja Budapesten kapott állást és innen jár dolgozni, és a családi és egyéb okok miatt aztán ők tulajdonképpen az 1980-as évek közepén került is a szegre, tehát közel 30 évig élt itt ebben a városban. Viszont munkájának a nagy részét is itt a közelben töltötte, mert az 1950-es évektől a Isaszeg és Gödöllő között lévő, régen a Magyar Néphadsereg gépgyárának nevezett gépgyárban dolgozott, tehát Gödöllőről oda járt be ide Isaszeg határába dolgozni. Majd miután ide került Isaszegre, ugye közel 60 évesen, néhány év múlva ment nyugdíjba, az 1980-as évek végén, és tulajdonképpen akkor kapcsolódott be az isaszegi közéletbe édesapám. Részben egy nyugdíjas klub által, részben pedig egyéb lokálpatrióta tevékenysége által. A 1980-as évek végén nyugdíjba vonulósakor már alapítója volt a Nyugdíjasok Országos Szövetségének, és egészen a 2000-es évek elejéig pedig ennek a pesmegyei szervezetnek volt a vezetője, tehát a Nyugdíjasok Országos Szövetségének, pesmegyei szövetségének a vezetője, ahova természetesen az isaszegi nyugdíjasok is tartoztak. A 2000-es évek elején többekkel hozta létre itt Isaszegen a isaszegi nyugdíjasok baráti körét, ahol hát haláláig ő tevékenykedett. És a másik tevékenysége, ami is a szeggel kapcsolatos, és az még az 1970-es évekre nyúlik vissza, amikor még Gödöllőn lakott, a Gödöllőn laktunk, hogy elég szoros kapcsolatot épített ki határon túli szervezetekkel, határon túli barátokat szerzett az 1970-es években, elsősorban Erdélyben, illetve Székelyföldön, de a évtizedek múltával egyéb határon túli emberekkel, barátokkal, szervezetekkel is megismerkedett Felvidéken, Kárpátalján, és ennek gyümölcseként jött létre a rendszerváltás után, 1990-es években két székelyföldi várossal, faluval, Csíkkozmással és Csíkszentmártonnal a testvérvárosi kapcsolat, aminek kiépítésében édesapám a személyes baráti kapcsolatok révén vett részt, és hát tudtom azóta is ez a két székelyföldi város és a Szegnek a testvérvárosa. Miért pont erre esett a választás? Hát azért elsősorban, mert mint mondottam, a 70-es években mi először úgymond a határon túlra a Székelyföldre jutottunk el. Ennek az a története, hogy akkor még Gödöllőn laktunk a Agrártudomány Egyetem mellett. Édesanyám akkor az Agrártudomány Egyetemen dolgozott, és a munkája mellett ő az ottani népitánycsoportnak volt a vezetője. És hát valószínűleg a nézők, hallgatók ismerik a 1970-es évekbeli helyzetet, hogy a Romániából kijutni még a magyar lakosoknak, magyar honpolgároknak sem volt könnyű. Akkor gyakorlatilag csak kulturális kapcsolatok révén lehetett kommunikálni az ottani magyar lakta területekkel, és az Agrártudomány Egyetem a Csíkszeredai Népitánc Együttessel vett fel kapcsolatot a 70-es években, olyan formában, hogy a Gödöllői Népitánc Együttes ment ki Csíkszeredára, a csíkszeredaiak jöttek hozzánk, és amikor ezek a kulturális cserekapcsolatok létesültek, hát ebben vett részt édesapám is, tehát tulajdonképpen oda jutottunk el a 70-es évekbe Csíkszeredára és környékére. Most ez persze rendszeressé vált a 70-es, 80-as években, olyannyira, hogy a Csíkszereda környéki
településeknek a kulturális életét és az ottani embereket is megismertük. Így jutottunk el, vagy így jutott elő Csíkszentmártonra és Csíkszentmártonra is, melyek és ezekhez hasonló ugye, nagyságú városok. Ugye Gödöllőnek Csíkszereda a testvérvárosa, és a Szegnek pedig ezek a kisebb települések. Ezek elsősorban személyes kapcsolatok révén jöttek létre. Ezen kívül mik voltak azok a fontosabb állomások, ami is ezekhez köti? Hát itt feltétlenül meg kell említenem egy alapítványunkat, amit ő alapított 2005-ben. Ennek alapítványnak neve is a Szegen bejegyzett alapítvány, határon túli magyar emlékhelyekért alapítvány, amely természetesen a több évtizedes határon túli kapcsolatokra való tekintettel azt karolta föl, vagy azt karoltuk föl, és karoljuk föl ma is, hogy a határon túli magyar emlékhelyekkel megismertessük a anyaországiakat, környékbelieket, illetve a határon túli magyarokkal megismertessük az anyaországi történelmi emlékhelyeket. És természetesen az alapítványnak a tevékenysége határon túlra is nyúlik, de is a Szegen belül is marad. És ennek egy nagyon fontos állomása, hogy 2008-ban tudta édesapám megszervezni az első úgynevezett is a szegi történelmi napokat, amelyre több határon túli szervezetnek a képviselőit hívtuk meg. Ugye ezek is a Szeghez kapcsolódóan elsősorban a 48-49-es szabadságharchoz kapcsolódnak, és általában a április 6-a körül kerülnek megrendezésre, és történelmi előadások, tehát magyar történészek, hadtörténészek előadásai mellett a szabadságharchoz kapcsolódó határon túli magyar előadók is részt vesznek. Mind a három eddig megrendezett konferenciára meghívott erdélyi, párciumi, székelyföldi, kárpátaljai, felvidéki történészeket, akik a szabadságharc ott zajló eseményeiről tartottak előadást. Tehát ez egy nagyon fontos eseménysorozat volt az utóbbi években és a szegi történelmi emléknapok keretében. És ezt gondolom az utolsó pillanatig ezt szíven hallottam. Az utolsó pillanatig, olyannyira, hogy az idejét is még szinte haláláig szervezte, meg azt, hogy jövőre is létrejöhessen ez. Korábban említette, hogy az ideje nagy részét ugye a határon túli emlékhelyek felkutatásával töltötte. Ez pontosan mit akar? Vannak olyan határon túli emlékhelyek, illetve határon túlról származó történelmi személyiségek, akik elfelejtődtek. Ugye, mint mondottam, az alapítvány az elsősorban a 19. század közepének eseményeivel próbál foglalkozni, a szabadságharc és a szabadságharc körüli történelmi eseményekkel. És így jutottunk el oda néhány személyhez, akik hát Magyarországon nem nagyon ismertek. Például Nagyváradon sikerült egy emléktávát avatnunk Hegyesi Márton tiszteletére, aki nem ismert az itteniek körében, ő a szabadságharc után jogászként dolgozott, és védőügyvédje is volt néhány szabadságharc után elítélt magyarnak. Hogy említhetném Kuti Lajost, akinek szintén emléktábláját avattuk Érmihály falván, aki Érmihály falváról származik, és a 19. század közepének egy elfeledett költője, írója volt. Aztán nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ugye is a Szeg testvérvárosa Csíkkozmás mellett van az úgynevezett nyergestetői emlékmű. Ugye ez arról híres, hogy 1849. augusztus 1-én ott volt az utolsó székelyföldi csata, a székelyföldi csapatok és hát az akkor bevonuló cári csapatok között, és ennek emlékére állítottak ott egy emlékművet, és oda jutottunk el, hogy mint is a Szeg testvérvárosa, ott egy kopjafát állítsunk, akik már jártak arra, vagy akár tévéből, a híradókból ismerik, itt a nyergestetői emlékmű körül most már ennek eredményeként szinte egy kopjafa erdő van, tehát aki arra jár, az egy kopjafát állít, de ha jól tudom, most már 50 fölött van a kopjafák száma a nyergestetői emlékmű mellett. Az édesapjának az önemlékezete szerint melyik volt az emlékmű, ami a legjobban a szívéhez nőtt?
Hát egyértelműen ez a nyergestetői emlékmű, tehát ezt minden évben is elmegyünk oda, augusztus 1-én, amikor ott emlékmű van. Tehát ez valahogy számára a jelenlegi magyarországi és a határon túli magyaroknak az együvé tartozását mutatja, a közös harcunkat, a közös múltunkat, a közös kultúránkat jelképezi ez az emlékmű. Ami persze egy vesztes csata emlékműje, de hát mint a történelem folyamán annyiszor a vesztes csatákból is fel kell emelkedni. Annak idején, amikor legelőször szóba került a kettős állampolgárság megadása, és ugye tudjuk, hogy az csúfosan végződött, akkor az ön édesapja ezt hogy élte meg? Ő azt mondta mindig is, a évtizedek alatt, és azt mondta haláláig is, hogy a határon túli magyaroknak az állampolgárság megadása mellett azt kell biztosítanunk, hogy mindenki a saját szülőföldjén boldoguljon. Tehát az tulajdonképpen a anyaországi magyarok részéről az a határon túli magyarok számára egy nagyon nemes gesztus. De emellett a magyarországi szervezeteknek, mint nekünk is a magunk kicsi módján, az a célunk, hogy minden magyar a maga lakhelyén boldoguljon. Éljen ő Székelyföldön, Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken éljen. Tehát olyan körülményeket kell teremteni a helyi hatóságoknak is, ahol aktuálisan ma tartoznak, meg a magyarországi kormányoknak, vezetésnek is, hogy mindenki a saját helyén tudjon boldogulni. Tehát ő annak örült volna, hogyha megkapják a kettős állampolgárságot, de ez ne arra legyen kihasználva, hogy aztán elhagyják a szülőföldjüket, hanem a szülőföldjükön maradjanak, és így ápolják akár a kulturális és az egyéni kapcsolatokat, a barátságokat. Ön mennyire fog személyesen, milyen szerepet fog vállalni abban, hogy ezt, amit ő fölépített itt is a Szegen, hogy tovább vigyen? Én maximálisan szeretném tovább vinni, úgy az alapítványon keresztül, mint az egyéb kapcsolatokat is felhasználva. Az alapítványt azt tovább működtetjük, továbbra is ugyanazokat a kapcsolatokat fenn szeretnénk tartani a határon túli szervezetekkel, mint ez idáig, sőt, hát ki is szeretnénk szélesíteni. Ugye a határon túli szervezetekhez tulajdonképpen egy helyre nem jutott el édesapám, a Délvidékre, ahol tavaly tapogatódzó kapcsolatok hasonló szervezetekkel létrejöttek, de hát ez még hivatalos formában nem öntetett, mint a egyéb határon túli szervezetekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy bár én nem is a Szegen lakom, hanem Gödöllőn lakom, de azok a tevékenységek, amit Iszaszekhez kötődnek, tehát az alapítvány működtetése, tehát például a történelmi konferenciánknak a megszervezése, amit idén október 6-ához szeretnénk kapcsolni, szintén ugye a szabadságharc emlékére, ezt maximálisan tovább szeretnénk vinni. Persze nem csak én, hanem mindazok, akik ebben részt vesznek. Ugye édesapám párja, Révász Gizi, aki az utóbbi 10 évben volt a párja, a feleségem, illetve hát a kuratóriumnak a tagjai, ezek mind azon vagyunk, hogy ezt a tevékenységet tovább vigyük. Édesapjának mi volt az élet filozófiája? Hát ugye ez egy mondatban nehéz összefoglalni, de mondjuk ketté lehet választani. Tehát amíg ő aktív dolgozó és munkás volt, arra azzal tanított minket, hogy az ember a saját területén becsületesen dolgozzon és tanuljon. Ugye ez volt körülbelül az 1980-as évek végéig, közben jöttek a munka melletti tevékenységek, amikről itt beszélgettünk, és tulajdonképpen a nyugdíjba vonulása után, tehát az 1980-as évek végétől a filozófiája az volt, hogy határon belül is a maga közösségeit fogja össze, meg határon túl is. Ugye határon belül a Nyugdíjasok Szövetségében tevékenykedett, tehát őket próbálta összefogni, őket próbálta vezetni, és az említett határon túli szervezetekkel. Már meg kell mondanom, hogy a kettő az összekapcsolódik, mert talán az isaszegiek, vagy az idősebb isaszegiek emlékeznek rá, hogy ő az 1990-es évek elejétől, közepétől rengeteg határon túli, hát úgymond turista utat szervezett, de azért ugye, hogy megismertessük egymással a feltembített emlékhelyeket. Volt olyan nyár, amikor 2-3 buszos kirándulást szervezett akár Székelyföldre, akár a Felvidékre,
az utóbbi években aztán Kárpátaljára. Tehát a kettő összekapcsolódott, hogy összefogja az itten nyugdíjas szervezeteket, is a Szegen, is a Szeg környékén Pest megyében, és velük is megismertesse azokat az emlékhelyeket, azokat a határon túli helyeket, amiket ő az 1970-es évektől megismert. Ha jól tudom, nem itt lett végső nyugalomra helyezve. Hol lett eltemetve az emlékesekre? Ugye, mint mondtam, hogy Dunabogdányba született, és bár ebben a faluban ő 11 néhány éves koráig lakott csak, tehát a 40-es évek elején elköltöztek onnan. És ahogy visszaemlékszem, ugye elég sokáig Dunabogdányi még meglévő rokonokkal nem volt nagyon szoros kapcsolatunk, de valahogy, ahogy ő is haladt előre a korral, a még élő Dunabogdányi rokonokkal, unokatestvérekkel, unokaöcsökkel, unokahúgokkal egyre szorosabb kapcsolat alakult ki, ismételten, hál' Istennek. És a szomorú történet az, hogy idén, tehát 2011-ben Minden Szentekkor már nem tudtunk elmenni Dunabogdányba, de 2010-ben még természetesen ott voltunk, és akkor az volt a kérése, hogy ő végső nyugalomra a szülőfalujába térjen újra vissza, és hát természetesen ezt a kérését maximálisan tiszteletbe kellett tartanunk. Olyannyira, hogy még azt is mondta, hogy olyan sírkövet szeretne, ott egy úgynevezett svábkeresztet csinálnak a sírhelyekre, és megmutatta, hogy ő milyen mintájú sírkeresztet szeretne majd a sírhelyére. És hát természetesen ezt tiszteletbe tartta az isaszegi búcsúztató után két nappal. Dunabogdányban egy családi sírba, ahol édesanyja, illetve nagyszülei vannak eltemetve, ott helyeztük el végső nyugalomra.